bánatos, és nem szólal meg, akkor is csendben van, és szerintem a verseny is olyan csendese. Úgyhogy ha netán lesz egy harmadik verses kötet, bár nem tudom, akkor is bent lesz ez a szó. Szereted a csendet? Szeretem, de nem nagyon van csend körülöttem, de nekem is köszönhető, de szeretem. Néha nagyon jó. Hogyha választanod kéne egy zajos rendezvény, vagy a csend között, melyiket választanál? Hát az attól függ, hogy előtte milyen események történnek velem, mert ha mondjuk éppen szomorú vagyok, akkor biztos nem megyek el egy zajos eseményre, szóval nálam így működik. Hogyha végiglapozgatjuk a kötetet, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, érdemes végiglapozgatni, mert nagyon jó verseket találhatunk benne. Szokatlan formával is találkozunk, haiknokkal. De ha jobban megnézem, akkor itt látunk prózai szöveget, versekkel közbeékelve. De mutatnád nekünk a haikunk, hogy mi is ezt tulajdonképpen? Hát a haikunnal épp a napvilág írókrupon találkoztam, és tőle dolgoztam először. És nekem nagyon megtetszett az, hogy egy rövid próza után ezt a japán verset még odaírni, és elgondolkoztam rajta, és úgy gondoltam, hogy nekem van nagyon sok ilyen apró szösszenetem, és akkor írok alá egy haikut, és hát ha haikunak mondható. Aztán ezt le is teszteltem, hogy végül is elfogadják-e a haikunknak, vagy nem. Mert voltak pályázatok, ahol kimondottam ilyen